a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És végül, de nem utolsó sorban, La Liga szezon záró, Koppányi Gerivel, a Budapest Honvéd Chief Scoutjával, vezető játékos megfigyelőjével, hogyha pontos a pontos így megnevezés. Tökéletes volt. Nem tudom, hogy az mennyit engednek neked, hogy spanyol bajnokikat, meccseket figyelj, de gondolom, hogy nem a nem a spanyol élvonalból szemezgetek Nem, szerencsére a úgy, jár, úgy jár, a spillere dolgozni, hogy soha nem néz meg spanyol bajnok. Itt. igen, igen, igen. Ez a másik nagy segítség. Nem csak, hogy összekössük a kettőt, nem tudom, hogy mennyire tudod összekötni. Mm, szinte egyáltalán nem. Voltak azért, mert olyan ajánlások, de az főként ilyen transferidőszakok végén beragadt játékosok, ugye a magyar átigazolási piac az két-három héttel később is ö, szokott zárni amikor egy-egy játékos beragad, mondjuk kiesett csapatból, vagy nagyon alsóházi csapatból. Figyelj, ez játékos, aki nem fér be. Már volt ilyen ajánlásunk, de ott azért mindig a, az induló tétel is elég magas. tehát két... nyilván, nem, nem ez az a piac, ahol Aha. két dolog miatt keresen. vetettem ezt föl. Az egyik Kenan Kodró, a másik Mirtózuni. Tehát, hogy egyik irányba is, Érkezett Magyarországra a La Ligából, és ment is az NB1-ből a La Ligába, játékos. Mm, igen, de most két olyan csapatot mondtál, amelyik elég erősen... Mások is, az anyagi lehetőségek, lehetőség, mint a, a bajnokság többi csapatánál. Azt hiszem két hete történt az, hogy Matusz Krisztiánnal beszélgettünk arról, hogy vajon mivel tér haza Párizsból a Real Madrid egy trófával és egy úriemberrel, vagy egyikkel sem végül a fele lett meg, de talán nem az a fele, amelyikre jobban számítottunk. Hát én már nem nagyon tudtam követni, vagy inkább nem is akartam követni ezt, a, ezt az egész Bappé dolgot, mert mindenki túl habosította tényleg, és, és, nem csak az elmúlt hetekben, hanem ez már tavaly nyár óta. Téma, Don Florentino azért ugye odaszúrt a meccs végén, hogy már el is felejtettük, azt se tudjuk ki ez a fiatalember, de Ugye nem, nem, tudjuk azt innen távolról, sötétben tapogatózva, hogy, hogy milyen szintig ment el Florentino Perez, hogy, hogy túllicitálja a PSG-t. Én azt gondolom, hogy bárhol is állt meg, az, az egy jó döntés lehet hosszú távon, mert, mert van az a szint már, ami, amilyen tárgyalásokba tárgyalásokban már nem feltétlenül kell belemenni. Köszönöm szépen. Ha voltam, pici több Nem, meg ö, többet fogsz a Doma felé beszélni a mai műsorban, az egészen biztos, úgyhogy ja. azért... Így a biztos. Itt így... van Tibi is, tovább. Én, én. én, is itt vagyok, igen. Nem tudom minek. De megpróbálok majd én is hát, Egyéni egy egy díjakra biztos, reagálni nem tudom, van. mondhatsz, mondhatsz bármit róla. Például ki volt nálad a a pofonofon megérdemelt hát, várományos. Pofont, nálam azért most már évek volt a Bordalász érdemli. És... Hát azt vissza is kapnád. <laughs> az valószínű, igen. <laughs> és, a, és a, az a jó, hogy kiderült, hogy ugyanilyen nézhetetlen fos tud csinálni egy másik csapatból is, mint amilyet korábban a heteféból csinált. Cserébe már rosszul védekezik a, a <laughs> csapata. Tehát legalább eddig az, az meg. Volt. Mondjuk rossz játékosokkal meg olyan jókkal, mint Diakábi, olyan jókkal, ugye nem nehéz, de, de mindig meglepő, hogy mennyire le tudja aljasítani az összes játékost, és hogyha meg nem ő van ott, akkor kiderül, hogy kukurája például tud játszani Matthias oliveira jövőre fog kiderülni, hogy milyen jó játékos a, a Napoli-ban, bár eddig is tudott már azért bizonyítani. Szóval, hát úgy, úgy kezdte a szezont, azt hiszem, hogy uh, Yeah, nem, volt, nem, volt egy brutális játékossal, valami 6 perc után kapta meg a közvetlen piros lapot az első fordulóban, vagy valami ilyesmi volt. Beröffentette a szezon, így van a Valencia, és azóta is a legtöbb piros, meg sárga lap, nem csak a ligában, hanem egész Európában. De akkor őt elfogadjátok megoldásnak. Ah, ott nagyon jó helyre megy a pofon. De gondolom, Geri, te sem is messzire. Én kevésbé vagyok agresszor, tehát nem tudom, miért kell olyan díjat kiosztani, hogy valakit nagyon kell verni. Nem, csak egy pofont adunk, atyai. Igen. Szóval, hogy én is Valenciában keresgetnék, de, de ez sem egy új keletű dolog. Új keletű szerelem? Mert, mert hát ugye ott az egész klubfilozófia gyakorlatilag nem létezik, vagy nem nagyon tudják, hogy, hogy most mi a helyzet. És ugye amikor oda kerültek Peter Limék, akkor az első három-négy évben iszonyatosan túlköltekeztek, és ö, rengeteg ö, játékos túlárazva vettek meg. Na most ahhoz képest, ugye az elmúlt 3-4 szezon pedig arról szól, hogy gyakorlatilag nincsen érkező. És az azért furcsa, mert az összes kinevezett edzőnek azt mondják, hogy persze-persze jönnek majd a játékosok, aztán valahogy soha nem érkeznek. És nyilván volt itt az elnökkel, Annyi murphy egy ö, egy kiszivárgott felvétel, ami szintén nem azt mutatta, hogy hogy ez egy iszonyatosan uh, jó hangulatú, vagy gondosan megtervezett uh, klubmodell lenne, úgyhogy uh, ez egy nem új keletű ellenszem, mondjuk Péter Lim uh, és munkássága, uh, munkásságával szemben, de, de ha már mindenki verekedni kell, akkor, <gül> <gül> akkor jöjjön ide ő. Ez nem is lehet kérdés, tehát nálam is Lim és Merti párosa az, a, az, a, az, aki megérdemli ezt a pofont, és nem tudom, hogy meddig lehet feszíteni ezt a hurt, mert a Valencia. Mert ott már elszakadt a cérna. <tosz> abszolút, de a szurkolóknál is az utolsó fordulóban a mesztájában játszottak, és ö, szerintem 5000-nél is kevesebben voltak a stadionban, és kint a stadionon kívül, meg több tízezren. És csináltak ilyen döbbenetes felvételeket, hogy, hogy tényleg kint tömegek, a stadion előtt és bent a stadionban, meg néhányan lézengenek, és, és, ez a semmi reakció a, a, vezetés részéről. Peter Lim évente egyszer, hogyha ellátogat Spanyolországba, akkor már... Lehet sokat mondta. Igen, akkor már lehet sokat mondok, és, és um, amúgy meg Szingapurból irányít, de a hatalom az Anil Murthy kezében van. De egészen elképesztő, hogy ez, ez miért jó bármelyik félnek is. És iszonyatosan arrogánsan csinálják, rá. ráadásul főleg ezért megy a pofom. Az edző, aki a munkájával a legtöbbet emelte a rendelkezésére álló kereten. Nem, nem nagyon tudtam egy nevet kiszedni. A, az elért eredmények miatt azt mondom, hogy Pellegrini munkája most a második szezonjára beért szerintem. Ennél feljebb tudom, hogy Tibi neked nagy krásod ez a, ez a Betis projekt évek óta. Szerintem nem feltétlenül alkalmas, stabilan biztos nem a top 4 e de az, hogy ugye nyertek egy kupát, nagyon meggyőző játékkal, és az, hogy, az, hogy ott vannak a mezőny elején, az mindenképpen egy nagy dolog. Te is őt írtad. Hát így. De gondolkoztam rengeteget Águászilon, ugye az elhalasztott kupadöntőt, hogy meg tudta nyerni a Sociedaddal, és igazából, ha én összehasonlítom a Betis meg a Sociedad keretét, akkor én azt mondom, hogy több, több labdaügyes, játékos, több művész áll Pellegrini rendelkezésére. Azért a Real Sociedad, ha végignézünk a neveken, inkább haj az, az iparos ö, csapatra, vagy a, vagy a. Hát meg a helyi erőkből építkező a Betisnél, azért ez annyira nem mondható igen, el, hogy csak Andalus. A aránya is egészen más. Meg A Sandalus felmenőktől fekírt. <hírek> <lehet>, hogy... <hírek> Messzeföldön híre. E, Iráolán gondolkoztam még, de hát a tavasz az azért nagyon-nagyon lerontja az egész éves teljesítményét, az biztos, hogy, hogy ősszel volt az, aki a, legnagyobbat tudta emelni. Nálam pont ezért írja róla, -e, mert a, a, keret minőségén tudott olyat emelni, a szezon elején a Riot szerintem itt a Spillernél és ahol szezon beharangozókat csináltak, 10-ből 5 helyen az utolsó volt, a másik öt helyen meg a kiesők közül valamelyik másik pozícióban láttuk őket, tehát hogy ez egy borzalmasan gyenge keret alapvetően, ahol Falcao kellett megmentőként várni, és valóban megmentő is lett, de hát ez a, ez a szezon vége, tényleg most már felvetett kérdéseket, de hogy Iraola bár meghosszabbította a szerződését, keresett edző lesz, nem csak a nyáron, hanem az elkövetkező években, és ez szerintem itt szinte biztosnak tűnik. Egészen tuti. MVP? Igen, ja, nálad is a Pellegrini. Ja, volt, igen, né? Pellegrini. <coughs> hát nálam is. mvp szerintem azért olyan nagyon nagy vita nem lesz. Mondhatjuk akár egyszerre háromra is. Geri? Egy, kettő. Három. Benzem. Benze, ja. Ja. Benze én Benzemát írtam. Ti is? Nagyszerű. Benzemát írtam én is, de én azért gondolkoztam Vinicius Juniorom még egy kicsit, tehát hogy ha nyilván itt nem az kell nézni egy MVP esetében, hogy <coughs> bocsánat, ki az, aki a legnagyobbat fejlődött, de egyrészt nagyon sokat tudott hozzátenni, amit én láttam a Real Madrid játékához Vinicius Junior, másrészt pedig Hát ugye, ez, amit mindig beszélünk, hogy nem lehetett, amikor még Federernek nem volt ennyi ellenfele minden évben őt választani a, a legjobb teniszezőnek, mert már Uncsi volt. Benzemától nagyjából ezt, ezt azért vártuk, meg most már tudjuk legalább három éve, hogy ő, ő milyen teljesítményre képes. Ezért nálam mondjuk nagyobbat szólt az, amit Vinicius csinált. Nem alaptalan szerintem. Tehát ha azt nézzük, hogy kiugrott a legnagyobbat, akkor egyértelműen Viniciusról van szó. Szóval Benzema, mióta Ronaldo elment, láthatjuk, hogy tényleg szórja a gólokat, mert nagyon nagy hatása van a csapatra, de Vinicius döbbenten figyeltük. Főleg a szezon elején, itt a második része már annyira nem volt Pont ez a kicsit, kicsit csöndesebbnek tűnt a szezon közepén, valahol itt a tavasz elején levő időszakban, ahol kicsit megint előjött a régi betegség, hogy bármi van, ő csel, 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 és, és valahogy ott leromlott az az X-faktor, ami az elején, elején azért benne a volt. Konati elleni bőr az, az ott volt. <gül> <gül> Szépen csak lábúja. Egyszer sikerült neki, de hát uh... többször azért ott voltak vesztett párharcok. Na de még még a BL döntő előtt, okay. mert arról is nyilván beszélni fogunk mindjárt, az a játékos, aki radar alatt maradt a teljesítményével a szezonban. Itt, bocs, itt, mielőtt még mondtok bármit, itt bele lehet kalkulálni azt is, amit a spanyol csapatok a Bajnokok Ligájában teljesítettek? Mert akkor, persze, persze, persze. Akkor nekem ott van egy egyértelmű. Én nem engedném, de rendben. <laughs> Mert nekem az segít, hogy, hogy ott a Raúl Albi mondhassam, mint aki már gyakorlatilag hmm. egy öt éve visszavonult 64 éves játékosként, a világ leglassabb első védőjeként ilyen meghatározó szerepet tölt be egy egy bajnokok ligája elődöntő csapatban. Lenyűgöz egyébként, tehát hozzá kell tennem, hogy ez, ez szerintem bámulatos, hogy, hogy ő belőle még ilyen szinten ki lehet hozni a, azokat az erényeket, amik kétségtelenül megvannak, és azokat a hátrányokat meg elrejteni, ami, ami, ami szintén... Hát akkor gyakorlatilag tíz évvel ezelőtt, tehát Prime időszakában is csere volt a Real Madridban, tehát él, alig fért oda, vagy nem is nagyon fért oda. De erőteljesen torzítja azért a, a bajnoki vagy a bajnokok ligája. Ég, ezt gondoltam. A, a bajnoki inkonzisztenciát, mert azért nem mindig védekezett jól ez a Villareal, és ez és ő, is, ő is azért többször hozzájárult. Én hányat? Három játékost írtam fel. Az Na. egyik Huami, aki akitől senki nem várt ilyen gólerős szezon, 16 gólt szerzett, az abszolút karriercsúcs. a soha nem lehetett eldönteni, hogy akkor most kilences, vagy szélső, labdával igazából semmi extrát nem mutat, de elképesztően jól támadja az üres területeket. Nekem az ő játéka, meg az ő teljesítménye nagyon tetszett idén. Főleg úgy csoda ez a 16 gólos szezon, hogy a Betis azért nem igazolt rosszul csatárposztra, hmm. és ez a Bora Iglesias, Filián Zsózé egymással versenyeznek azért hmm. a csatárpozícióért. Azután azt hittük, hogy, hogy uh, Huáminak csak néha egyszer-egyszer összejön ez a duplázás, vagy egy, -egy mesterhármas is becsúszott nála, aztán nem akarta abba hagyni ezt a góltermelést. Igen. A, a, másik név, akit felírtam, az Mohika. Ez uh, picit meglepő, de szerintem a, az Elcse támadásai, ha veszélyesek voltak ritkán, akkor ahhoz nagyon-nagyon <laughs> hozzájárult, tehát azért öt gólpaszt csak kiosztott illetve az, hát az atletit nagyon nehéz bármilyen szempontból is dicsérni. Ha már beszéltük, hogy legutóbb akkor volt, amit mikor beharangoztuk ezt a szezon, egyöntetűen azt vártuk, hogy ki kell, hogy pukkadjon a Real, a Messi nélküli Barca biztos, hogy nagyon fog szenvedni, szenvedett is, amíg nem jöttek új igazolások télen, és az atletit vártuk, hogy hát ez, ez sétagalop kell, hogy legyen nekik. Ehhez képest tudjuk, mi történt. Én azt gondolom, hogy magához képest is talán az egyetlen játékos, aki jól teljesített ott az Ángel Korea volt, aki, aki tényleg 12 gól, 5 gól passz, mm, ahhoz képest, hogy hogy vitte végig ezt az egész szezont az atleti, az egy megsüvegelendő teljesítmény. Tehát róla azért kevesebbet beszélnek, de főleg a csapat a rossz miatt. Na majd még itt az atlétikóról is külön beszélünk, de az biztos, hogy Korea egy világsztárokkal teletűzdel csapatban inkább a leghasznosabb játékos volt támadás mert a számokat tekintve mindenképpen. Újabb két játékos tudok mondani, mert én meg két tök más embert írtam föl. A VR nál szerintem nehéz megkerülni uh -huh. Dán Bár ő nem maradt annyira radar alatt, mert foglalkoztak vele azért is Angliában, mert hogy onnan érkezett, de hogyha a VR ismeri föl azt, hogy egy championship csatárnak valahol a BL élmezőnyében lenne a helye, és tudja is használni, és hogyha nem lett volna sérült, akkor még ennél is durvább gól számokat hozhatott volna Gerard Moreno mellett. Akkor, szóval hogy akkor még inkább kiemelkedik, így szerintem nem róla szólt leginkább ez a, ez a, szezon. A másik meg, akit fölírtam, és akit most már gyanítom, hogy még nagyobb csapat el fog vinni, már bár erről tavaly nyáron is szó volt, David Garcia, aki az osasuna a belső védője, és megint hozott egy olyan idényt az Osasunában, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt őt fejjel megverni és a, az Osasunában egyre erős, tehát ők ilyen szépen konzisztensen erősödnek a, a, bajnokságban, és főleg a, főleg a, védekezés miatt. Tehát, hogy a, az Osasunának ez a stabilitása, ez egyre szembetűnőbb, és ebben David Garcia a top 1, és, és tavaly is már az atlétikóval hozták szóba, de akkor valahogy ez nem jött össze. Gyanítom, hogy idén nem csak az atlétikó fogja megkeresni, mert ő például a Premier League-be párharcokban egy ilyen erős játékos nagyon-nagyon-nagyon kellendő portéka. Úgyhogy gratulálunk az egyéni díjazottaknak. A Pofontulajdonosoknak is. A pofontulajdonosoknak is. <laughs> Ők is megdolgoztak ezt. <laughs> és hát a Real Madrid is megdolgozott a Bajnokok Ligája címért, hoztál nekünk egy meszt, reméljük örökbe, sem. Mindig az a vád éri a Real Madridot, hogy nem emlékeznek meg normálisan a legendákról, legalább akkor mi feleljük meg ezeknek. Aki podcastként hannak... hallgatja, Marcelo 12-es meze van mögöttem. Ja, Egyet? igen, bocsánat, tényleg, ez eszembe se jutott. 12-es mez, de most egy 25-ös volt nála a BL döntő után, mert egy 25 trófeát nyert a Real Madrid rekorder, viszont a Movistáron volt egy felvétel a legutolsó bajnoki mérkőzésről, ahol Iszkóval, ül, vagy a Lukács Vázquez, Vázquez mellett üldögél a padon, és ugye a Movistar tud ilyet, hogy leolvassa az emberek szájáról, hogy mit beszélnek és azt olvasták le a szájukról, hogy kicsit ilyen letargiában ülnek ott, és a Lukás Vazquez győzködi arról kb. a Marcelot, hogy még, még, aláírhatsz, még, még lehet ebből bármi nyugi, és a Marcelo megmondta, hogy hát ez már el van döntve, és, és hogy nem lesz ebből hosszabbítás. És hát utána és ugye hozzátett, hozzátette azt is, legalábbis a szájról olvasó mesterek szerint, hogy hát én egy legenda vagyok ennél a klubnál. Amivel egyébként teljesen egyet lehet érteni, mint ahogy azzal is, ami két-három éve nagyon szembetűnő, hogy, hogy ez a polc már nem az a polc, amin neki szerepelni kell feltétlenül, tehát nyilván fel itt is elő lehet venni sok mindenért, de hogy a bal oldalon hogy védekezik a Real Madrid, az összesen hasonlítható mondjuk a két évvel ezelőtti állapotokkal. Én, én tényleg sajnálom, hogy, hogy Marcelo ebben a kicsit kiégett státuszban ragadt az elmúlt két szezonban, vagy két-három szezonban. Nekem nagyon, nagyon kedvenc játékosom volt tényleg, és csak azért nem hagyom itt örökbe, mert van egy másik Marcelo Mezem is otthon, csak azt a feleségem valamikor betette 60 fokban mosni. Úgyhogy már csak szelló és kettő, azt hiszem, ez van ráírva. Megoszlanak a vélemények a felelősségvállalásról, meg hogy ki terhel, mert hogy én pakoltam be a gépbe a fehér ruhákat, amiket ugye 60 fokon kell mosni, hogy, hogy szép fehérek legyenek. Na mindegy, szóval kell ez, ez, az egyetlen, ami úgy néz ki, ahogy, ahogy az életben ki kell nézni egymásnak. Ahhoz képest egyébként, hogy hogyan búcsúztatott egy néhány legendát a Real Madrid, még ez így egész jól jött ki Marcelónak. Ő emelhette magasba a trófát, ő volt a csapatkapitány, és azért nagyjából szerintem számított rá, hogy ha új szerződést is kap, komoly szerepet nem fog. Én pont erről beszéltünk hogy, hogy itt azért a bőség zavarával küzd ilyen tekintetben a Real Madrid, mert uh, most, ahogy mentek oda átvenni az aranyérmet, meg aztán a kupát a madridi játékosok, az embernek az első gondolata, ami megfogalmazódott, szerintem az volt, hogy te úristen, egy egyszerűs győztes, még egy. Tehát, hogy, olyan korszakos, számokról, nem, nem, tehát, hogy, hogy olyan, olyan korszakos számokról beszélünk, itt akár edzői, akár játékos fronton, amikről tényleg csak azt lehet állítani, hogy, 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 ez, ez olyan, amilyet mondjuk a futball történelem talán egyszer hozott korábban, szintén a Real Madrid egy, egy egészen korai időszakában, ott ugye még, még puskásékkal, de az adott korszakban elhelyezve a csapatot nem mérhető szerintem már máshoz ez a mostani. Ugyanarra a vázra építve is itt ugye ez a fontos és kiemelendő. Viszont talán annyi különbség lehet, hogy akkor az 50-es években mindenki tudta arról a Real Madridról, hogy egyértelműen a világ legjobb csapata 56 és 60 között ugye 5 beket nyertek. Erről a Real Madridról azért elég kevesen gondolták ezt, és mi sem mondtuk azt, nem sok jel utalt arra, pláne úgy, hogy, hogy Ancelotti ugye nagyon rossz ízzel távozott 2015-ben a, a Madridtól, mikor volt egy nagyon erős őszük, BL címvédőként. címvédőként Modric kiesett, gyakorlatilag meghalt az egész csapat ezáltal, és ugye nem nyert akkor egy trófeát sem, és Perez akkor lépett egy merészet, valószínűleg ő is megbánta azóta, de ha megnézzük Ancelotti pályai pályaivét azóta, igazából kiszámította arra, hogy, hogy ez, ez egy sikersztori lehet, és hát még az is nagyon ritka, még egy Real Madrid szintű vagy hagyományú csapatnál, hogy a bajnoki címet meg a Bajnokok Ligáját egyszerre nyerjék meg. Iszonyatosan ritka. És, ö, és persze lehet, lehet itt találgatni, hogy hogy mi történt a, a tavaszi Bajnokok Ligája meccseken. És pont az a gondolkozom, hogy Ancelotti karrierjében ez az első, ugye? Hogy a bajnokok ligája mellé bajnoki címet nyert. Mert a 2003-ban nem lett bajnok, 2007-ben A Real madrid meg nem volt még bajnok. És nem. Nem. tehát mind a négyet úgy nyerte, vagy mind a hármat úgy nyerte az az előttieket. <laughs> nem, csak hogy ez tényleg abba, ebből a szempontból is unikális. Szóval nem, nem tudom, hogy, hogy kitippelte ilyen sikerszezonnak ezt az egészet, de még február-március körül sem, sem így nézett ki. Tehát ez a Real Madrid úgy duplázott, hogy idén lefociszta őket a Barcelona, lefociszta őket a Manchester City, a Chelsea, nagyon komolyan a Chelsea a második meccsen, és hát a, a PSG ellen nem tudom, hány percig, 100, 20, percig semmi jelét nem mutatta a Real Madrid, hogy, hogy ezt a párharcot győztesen tudják megvívni. Mennyire torzítja a képet az hogy ez azért minden idők egyik legnehezebb sorsolása? mindenképp meg kell említeni. Tehát amikor itt érkeznek a nagyszerű vélemények, hogy összemákolt 14 bekés BL a Real meg az elmúlt, elmúlt 5 ötből négy biztos, hogy mák volt, akkor, a persze azt, azt, el kell mondani, meg fel kell tüntetni, hogy, hogy, melyik csapat tudta volna még ezt megcsinálni. Angol első, második, az, az, harmadik, az első három helyzet a Premier league és a PSG. ből a, PSG. a, a csapat, igen. Tehát e, ilyenkor, ilyenkor nem, nem, nagyon van kérdés, hogy megérdemelte vagy sem. Úgy egyébként, hogy a BL-ben e, még azt sem lehetett mondani, hogy a, Liverpool nagyon fölé nőtt volna a játékban a Real Madridnak, mert nem erről volt szó. Jó, de egyébként ez is az bizonyítja, visszatérve még a kiinduló ponthoz, ahonnan ezt a gondolatot elkezdted, hogy Ancelotti előélete, vagy közvetlen a Real Madrid előtti élete alapján kimondta volna meg, hogy ez ennyire működik, hogy ez bizonyítja azt, hogy mennyire a, sokat számít a kontextus, a környezet, hogy, hogy hova milyen edző passzol. Valószínűleg Ancelottinak az Everton és a Napoli projekt az sokkal kevésbé volt testhez álló, mint amit a Real Madrid tudott kínálni számára. Pláne azért, mert ugye látjuk, sőt, ha elég, ha elolvasuk az önéletrajzi könyvét, vagy a az árzpoétikáját, tartalmazó könyvét, ahol rengeteg, rengeteg fejezetet szán annak, hogy ő a pszichológiát azt, azt, mennyire fontosnak tartja az edzősködése során. És mindig el lehet mondani, hogy ő nem szervezi meg annyira a csapatajátékát, ő nem ak akkor a taktikai géniusz, mint egy, mint egy Guardiola. De amikor megnézzük a számokat, amit viszonylag könnyen lehet mérni trófákban, akkor, akkor felmerül a kérdés, hogy, hogy milyennek kell lenni egy, egy ideális top edzőnek? biztos, hogy az az út az optimális, amin Guardiola halad? Vagy lehetséges, hogy, hogy van igaza abban, hogy, hogy nem kell túl szervezni, vagy iszonyatosan lekorlátozni? A fenntarthatóság a itt nem van. egy, nem egy kulcs szó nem fordulhat elő megint ugyanaz, hogy jövő, vagy nem jövő, hanem idén, november, december környékén, akár a VB előtt kiteszi ancelotti a Real Madrid, mert nem úgy jönnek az eredmények? Hát a, a szezon közbeni kirúgások azért nem feltétlenül gyakoriak, mert van olyan ez a Real Madrid keret, hogy, hogy nyilván a BL csoportból mindig tovább tudnak jutni. Itt az egyenes kiesésben, ha már 8-4 között valahogy benn vannak, akkor az, az már nem egy tragikus szezon. A bajnokságot tudják úgy hozni, hogy, hogy folyamatosan első-második valami tragédia történik, akkor a harmadik helyen vannak. Uh, és azért így szezon közben még Perez is nagyon merész lenne belenyúlni ezekben a dolgokba. Uh, még nem tudom, még Zidánt sem küldte. Ugye 18-ban, amikor Zsinodban a harmadik bajnokok ligáját uh, megnyerte a Madriddal az idán, akkor januárban kiesett azt hiszem a Leganes ellen a, a kupából, és nagyon, nagyon rosszul nézett ki az egész a bajnokságon, és még akkor sem nyúlt bele, milyen igaza lett, mert ha belenyúlt volna, akkor biztos, hogy nem nyerik meg a b akkor. Hát az a szezon volt, a, ahol Lopetegi, Solári és Zidán, amikor legutoljára elég Igen. komolyan Igen. közbeavatkozott. De hát Lopeteginek volt egy olyan öt meccses szériája, amikor talán egy vagy két pontot hozott a bajnokságban. Még egy mókás dolog volt itt a bajnoki ünneplés közben. Éden Azár egy piros pohárral a kezében, nem tudom mi volt benne pontosan, magához ragadta a mikrofont, és azt mondta a népnek, a Real Madrid szurkoló népnek, hogy az elmúlt három év tele volt sérülésekkel, és tele volt gonddal, de jövőre szeretnélek boldogát tenni titeket. Mindig jövőre skandálást megérdemelte volna, ha pofon nem is. Nem, nem, tudom, van, aki még ebben komolyan bízik, hogy, hogy ez De igazából ez nem, nem, tehát nem a gyökere a problémának az itt ebben az esetben, hogy Azárnak a mentalitása nem tökéletesen megfelelő, és azt, azt nem lehet visszaforgatni már, vagy a kellő szintre, vagy rossz felét apogatózom? én nem látom a korlapot, és orvos sem vagyok. Tehát nem, nem tudom százalékosan még megtippelni sem, hogy milyen olyan krónikus sérülés van, ami ennyire látványosan visszavetett. hogy van az, hogy, hogy van az, hogy végig focizott a Chelsea-nél ennyi szezon szinte sérülés nélkül, még olyan sérülés nélkül is, amelyik, amelyik akár csak pár meccsre oldalvonalon kívülre helyezi őt, és aztán oda megy a Real Madridhoz, és nincs egymás után nyolc lejátszott meccse. És ez ugye azért is érdekes, mert talán az ancelotti is nagyobb igazolás, Antonio Pintus van ott, aki a, a, a világ egyik az, legjobb erőléti edzője. Hát, hanem a legjobb most én bátran kimerem jelenteni, hogy szerintem most a legjobb. De, de tényleg én ezt az azár topikot nem, nem tudom már hova tenni, mosolyogni tudok rajta, megnéztem ma egy videót, hogy az öltözőben az ünneplés során Tony Cross kisfiának próbál pesgőt önteni, a Tony pedig mondja neki, "Nem, nem, 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 ne, 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 még, még kicsi, nem tudom, 10-11 éves, tehát hogy bulizni tud. Nem, nem, látom azt, hogy, hogy innen van neki visszaút, annyiszor volt ez már beharangozva, beígérve, aztán tényleg három-négy meccsen nincs egymás után. Egy dolog még a BL döntő kapcsán, és akkor ezzel zárjuk a Real Madridot, mert ez tényleg megkerülhetetlen. Tibó Nikola Mark Kurtoa. Megnéztem, éve. ez a teljes neve az úri embernek, és azért, amikor arról beszéltünk, nem arról, hogy ki az mvp az azonnak, a szezonnak, hanem arról beszéltünk, hogy kik a Real Madrid húzó emberi, akkor Benzema és Vinicius után általában Courtois jött elő, és hát a BL kieséses szakaszban is rengetegszer jött elő. Kezdve azzal, hogy a Paris Saint-Germain ellen kivétem Messi 11-esét még az odavágon. És ez lett a kicsúcsosodás, ez a BL döntő, ami... Hát nézzük meg ezt a finálét. Tehát nem volt iszonyatosan sok egyértelmű 100%-os a Liverpoolnak. Nyilván azért sem nagyon mélyen védekezett a Real Madrid ez egy négy bravúr így is belefért. És tényleg az egész tavasz során azt lehetett látni, hogy szerintem, ha nem kurtó áll a kapuban, akkor egyik, tényleg egyik pár sem vívta volna meg győztesen. Hát és egyébként ezt tartom, hogy a legnagyobb megmozdulása az nem egy védés volt, hanem amikor megelőzte Szalak ott a második félidőben, amit nem írunk be közvetlenül mondjuk a, a bravúrok vagy a védések közé, miközben az volt a legnagyobb bravúr szerintem, és az mutatta meg azt, hogy, hogy milyen tartást adott a csapatnak, ahogy olvasta a játékot, ahogy elővételezte a, a csatároknak a mozgását, és én bevallom, mindig nagyon jó kapusnak tartottam Kurtát, de ezt nem láttam benne korábban, amit, amit ott annál a mozdulatsornál felfedezhettünk, hogy ez valószínűleg egyébként abból fakadt, meg abból jött, hogy az ő bizalma az, az, teljesen rendben volt ebben a szezonban végig. Angliában sem ismerték ezt el, nem Visszás kicsit az a nyilatkozott sorozat, amit ő tett ennek kapcsán, hogy, nem hogy el Angliában, Angliában, nem, chelsea hát, a Pláne úgy, hogy ilyen, most ilyen igen, meg egy tűnik. kicsit ilyen önigazolónak, miközben egyébként neki nincs most tényleg nincs mit, igen, nincs mit bizonyítania talán annak is szólhat ez az egész, hogy amikor a Madrid leigazolta, akkor az első szezonja az, az tényleg vicc kategória volt. Tehát nem, nem, hogy a bravúrok elmaradtak, hanem még a, a legalapvetőbb védések sem mentek feltétlenül. Itt nem tudom összeszámolni, hány gólt kapott bőrben, akkor meg, megjelentek a mémek, hogy igazoltunk egy zsiráfot, <tosz> tulajdonképpen nem jó semmire. És hogy onnan, hogy sikerült ezt, ezt megugrani, inkább ez az érdekes kérdés szerintem a sztoriban. Rebesgették, hogy magánéletbeli gondja is voltak az első Real madrid szezonjában. Lehetséges, hogy ha ez megoldódott, akkor minden más megy magától. No, ugorjunk a Barcelonára most már. Szépen úszkálunk az idővel, de a lényeg, hogy ott nem a kapus kérdése a legnagyobb gond, hanem az, hogy mi lesz ezzel a kerettel, mert úgy tűnik, hogy, sőt, biztos, hogy átalakul, Savinak már vannak szinte biztos és biztos érkezői, mint például Kessi, Krisztenzen szinte biztosan érkezik, és láttam egy elég furcsa felvetést, hogy Savi könnyen lehet, hogy a 3-4-3-at választja a következő szezontól. Nem tudom, hogy ezzel... ezzel mennyire értesz egyet, hogy mennyire tudsz vitatkozni, mert ha Alonso jön, ha Christensen jön, akkor ezért ezek benne, benne vannak. Mármint ez a változtatás konkrétan. Én nem, nem tudom hosszú távon elképzelni a Barcelonát három belső védővel. Ez, ez, a helyzet. Guardiola is próbálkozott ezzel, nem nagyon jött össze. Az egyedüli ember, aki jót húzott ezzel, de ő csak ideig óráig, az Koman volt, aki egy Sevilla elleni kupamecsen. Át, tehát azt hiszem, hogy nagyon hirtelen váltás a három belsővédőre, védőre. De hát ugye a három belsővédőhöz három jó belső védő szükségeltetik. A jelenlegi keretben, és hangsúlyoznám, hogy jelenlegi keret, nem biztos, hogy van kettő. Krisztenzent már oda számolod? Tehát, hogy az idei keretre céloztam. Persze Krisztenzent kifejezetten jó játékosnak tartom, tehát az biztos, hogy erősödik vele a Barcelona vanem ha nem egy sérült titit kell nézni a, a lelátom, vagy nézni, ahogy Langley forog, mint a grill csirke, akkor az már nyilván erősítés. De mondom, én hosszú távon nem, nem feltétlenül tudom elképzelni ezt a, ezt a három belső védős rendszert. Itt azért voltak sérülések, nem egy, és um gyanítom, hogy mi lesz a válasz, hogy Pikével ezek szerint már nem nagyon lehet számolni a következő szezonban, viszont ott van egy Araujo, aki hosszú távon is megoldásnak tűnik, és ott van egy Eric Garcia, aki pedig a spanyol válogatottnak az oszlopos tagja, és tudjuk, hogy mire használható. Mire használható? Hát a passzjátékban rendkívül erős, jobban lát, mint egy átlagvédő az egészen biztos, de a párharcokban meg, hát halványabb, mint a többiek, és akkor óvatosan fogalmaztam. Igen, tehát nekem egyébként Eri Garciával, és és alapjáraton is a spanyol belsővédőkkel, ezek a, 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 kicsit új hullámos, vagy mondjuk az els, elmúlt négy-öt évben feltűnt ö, spanyol belsővédőkkel ez, a, ez az alapvető problémám, hogy, ö, hogy nagyon könnyen zavarba hozhatók. Tehát nincs, nincsen egy, egy, stabil belsővédő, aki a, a belsővédő poszt kívánalmait alapjáraton nagyon nagyon jó hozná, és Erik garcia is ez, szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy iszonyatosan sokat tud hibázni. Tehát mellé meg biztos, hogy kell egy egy olyan belső védő, aki tudja őt irányítani. Piké. Pikével, kapcsolatban, igen, pikével kapcsolatban az a helyzet, hogy hogy idén nagyon látványos volt, hogyha nem nem játszott, akkor nagyon nagy gond van volt a Barcelona védelme. A sebességét a Prime-időszakában sem volt kimagasló, nem ez az ő fő erőssége, de az nagyon látványosan vissza is esett az elmúlt szezonokban, de, de nem, nem írnám őt le, mint egy ilyen ki kell tenni a keretből koloncot. Viszont sok olyan játékos van és lesz a Barcelonában, hogyha minden összejön, aki kicsit olyan, mintha köré föl lehetne építeni egy keretet. Hogyha Marad Dembeli, ez számomra a legnagyobb kérdőjel, akkor Dembeli egy ilyen játékos. Ott van Fati, aki a messiás Barcelonában, ott van Pedri, aki ha nem sérült, akkor a legjobb, vagy ha nem lett volna sérült, akkor a szezon legjobbjának mondhatjuk a Barszánál, és erre érkezhet még egy Lewandowski. Ki köré kellene itt csapatot építeni, kell -e egyáltalán egy játékost kipécézni erre, vagy ez így működhet együtt ennyi sztárral? Hát abban az esetben, hogyha Lewandowski érkezik, akkor szerintem ott megkerülhetetlen a a helyzet, mármint megkerülhetetlen Lewandowski személye, és akkor kénytelen lesz egy olyan játékot kitalálni Xavi, ami neki ő a fókuszpontja. Egyébként meg, hogyha, hogyha, nekem kellene mondanom egy olyan játékost, aki köré ezt a Barcelonát építeni kellene, meg lehetne, az biztos Pedri lenne. Itt jön be pontosan az a kérdés, hogy, hogy mi lesz a helyzet a sérülésekkel. Egyébként, hogy, hogy csak egy ember köré építsük ezt a jelenlegi Barcelonát, ezt nem feltétlenül tartom jó ötletnek, hiszen pont ebbe a mocsárba ragad bele az egész klub. Nyilván olyan kategóriájú, meg olyan szintű játékos, mint Messi, nem fog érkezni, és nincs is jelenleg a, a Barcelonában. De pont az volt a legnagyobb probléma, hogy úristen, tényleg elveszítjük messi vége a világnak, nyolcadikok leszünk a bajnokságban, és a többi, és a többi. És én, én pont ezért gondolom azt, hogy nem egy embert kell kiválasztani, aki köré az egész játékot szabni kell, mert ha Ánszú Fati egészséges, akkor ő is lehetne ilyen profil, ha Pedri egészséges, ő is lehetne ilyen profil, ha Lewandowski érkezik, akkor természetesen nagyon fontos lenne a az összes támadásnál, és nem, nem csak a befejezésnél. Mert tudjuk, csak hogy, akkor, hogy akkor még mi mindig ott van, van egy, egy, csomó olyan, hát most bocsánat, ezt, de felesleg, aki, akivel nem tudsz mit kezdeni. Tehát mi van akkor De pályal obama ugye itt a közép, tehát Gávit hova teszed, akkor... Luke de Jongol. Luke de Jong hova nagyjából ott Szegén van. Szegény már visszatért <coughs> Szóval, szóval itt, itt azért egy csomó kérdést fölvet az, hogy akár az új érkezőkkel, tehát hogy itt, hogyha amellett, hogyha akarnak is frissíteni, meg akarnak még új játékosokat igazolni, hogy Kessie Krisztenzen tényleg valószínűleg tűnik Lewandowski is, most, most szerintem inkább abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy jön, akkor ez csak akkor lehet működőképes, hogyha itt egy nagyon komoly lecsapolás történik, nem? Muszáj. Pláne is. Én... Az nagyon-nagyon kell. De lapot <coughs> elég, elég jól <coughs> <le ki> ezeket <coughs> a dolgokat. Kis Covid, nem Covid? <coughs> <Szerintem ott van. coughs> Szerintem itt más probléma. Ez szerintem is. <laughs> okay. Szóval még beszélgettünk valamelyik magazinműsorunkban is, hogy hány támadó kapott szerepet a Barcelonában, és nem március-április körül már bőven két volt az összeg, vagy a, 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 ez a mutató, és hát persze kényszerhelyzet volt, főleg Ferran Torres, Obama megérkezése előtt, de hát itt azért voltak ilyen nevek, hogy Ezabde, meg Zsutgla, nyilvánvalóan jó játékosok lehetnének, de nem, nem azokért a célokért küzdve, ahová Barcelonát várja mindenki a világon, főleg a szurkolói. Azt tuti. Atlético Madrid, említette itt korrát az elején, hogy ő volt talán az, akinek úgy jó szezonja volt az Atlétikóból. Én azért kigyűjtöttem még néhány olyan játékost, aki Na. nálam Öm, jó szezont futott. Reynél szerintem annyira nem kérdés, mert ahogy ő beállt a ö, januári átigazolási időszak után, egyből feljavultak a számok. Okay. Amilyen kontár volt Felipe és Mario Hermoso idén ebben a védelemben, annyira nagyon kellett rejniadó. Kondogbia, bár már korábban is mutatott biztató jeleket nálam, idén lett az, hogy megkerülhetetlen kb. az Atlético Madridban, és erre nem számítottam és hát Kárászkó meg megint hozott olyan idént, amiben ö, tudott, tehát hogyha, hogyha van az atlétikó, nem tud mihez nyúlni, akkor Kárászkó elő tud lépni a semmiből. Az ő karrierje azért is érdekes, mert ő példa lehet arra, hogy aki nagyon ideje korán menne levezetni keletre, Onnan gyakorlatilag az esetek 95%-ában nincs egyáltalán visszatérési lehetőség. Tehát akkor ott mennek az arab világba, kínaiakhoz. Husztit, és Szabi. És akkor... <laughs> De mi visszatért utána? Azért mondom, hogy van. Ja, szám. hogy te pozitív <laughs> Igen, ilyenek, persze, jó, persze. Jó, jó, jó. Oké, rendben. De kevés egyébként, tehát nem találunk sok olyat, aki, aki Kínából visszatérve nagyon komoly szinten tud még futballozni. És neki nyilván az is furcsa, hogy fiatal korában nem játszott baloldali szányvédőt, ahol gyakran szerepelteti mondjuk Simeone, tehát nem ez az a szerepkör, ahol ő igazán tud csillogni, nem feltétlenül abban erős, hogy üres területeket fusson be, hanem labdával nagyon erős, emiatt sem feltétlenül atletikó kompatibilis, százszázalékosan. Egyet értek ezekkel a nevekkel, akit mondtál, viszont még egy emberről muszáj beszélni szerintem, akiről hát ódákat zengtünk, legalábbis én, a, a szezonbeharangozóban, Rodrigo de Paul. Mert ugye mi volt a probléma az elmúlt két-három szezonban, amikor azt láttuk, hogy jó, ezt az atleti keretet picit Uh, hogy mondjam, telerakjuk labdával ügyesebb játékosokkal, hogy hogy ne csak bekelni kelljen, és ne csak segberúgni a labdát, hogy aztán majd fussák a, az üres területeket a játékosok, hanem egy olyan kreatív, szervező, középpályás kell, mint Rodrigo de Paul, akinek olyan számai voltak az Udinézében, hogy le a És ő úgy vége, végzett ebben a szezonban, hogy három gól és két assziszt. Nem mindig volt kezdő, az szerintem bőven 2000 fölött van a játékpercek száma, és utoljára ennyire rossz szezonja, vagy ilyen halk szezonja, akkor inkább azt mondom, ugyanennyi kanadai pontot, ötöt, még Valencia játékosként csinált, 20 évesen, 700 vagy 800 játékperc alatt. Amikor kicsit el is temették őt egyébként, <hül> az Egeten, tehát hogy az Udinézéhez annak idején úgy érkezett, hogy mint aki itt egyébként óriási tehetségként kezeltek, de ott talán föl tudja támasztani a pályafutását. Azt, azt sikerült is neki, de ez érdekes, ugye, érdekes hogy azt itt említetted, mert, mert benne nyilván benne lehetett ez a kockázat is. De most ebből úgy tűnik, hogy az atlétikónak megvan a kerete, tehát akkor lehet egy nyugodt felkészülése legalább a csapatnak, és ezek szerint olyan nagyon nagy gond a, a keret kialakítással nincsen. Szerintem nincs. Tehát én, a szezon előtt is ezért mondtam maga biztosan, hogy, hogy nem szabad, hogy ez, a, ez az Atletico szétessen. Viszont azt látni kell, hogy a belső védők, amit mindig mondunk az Atletinél, hogy hát tökéletes védekezés van, és nagyon kevés a hiba, hát ez főleg ebben a szezonban nem mutatkozott meg. Nyilván kellett a több kapott gólhoz az, hogy Obláknak szerintem karrierében, életében soha nem volt ennyire rossz szezonja, tehát legalább 3-4 olyan komoly bakia volt, amin pontok mentek el de mondjuk, ha én ide veszem az igazán Simeone kompatibilis belsővédőket, mint Godin, meg Miranda, még Jimenezt is ide sorolnám, hát akkor Savic, Felipe, meg Ermoso abszolút nem, nem, ez a szint. Itt biztos, hogy lehet azért fejleszteni. Hogyha az atlétikónál nincsen nagy gond a kerettel, akkor a Sevillánál lesz. És főleg a belső védők miatt beszéltük a Premier League szezonzáróban, hogy valahogy az Aston Villa el tudja vinni Diego carlos a sevilla -ból. valahogy Kundét is kifogják onnan most már vásárolni, attól félek, és hát kicsit szintelen szaktalannak tűnt a szezon második felében a Sevilla, és azzal, hogy még az belső védők is elvesznek, itt valószínű, hogy megint, <tosz> megint Moncsira lesz szükség. Nem tudom, január-február körül lehetett még arról beszélgetni, hogy Tudja-e tartani a lépést a Sevilla-zal, El Madriddal, bajnoki címre esélyesekkel? Szerintem akkor sem voltak. De most azt mondtad, hogy tavasszal kicsit szintelen szaktalanok voltak. Szerintem lopetegi alatt folyamatosan azok. Nekem a legnagyobb bajom mindig a Sevillával, hogyha ilyen ö, támadó középpályásaid vannak, ö, amilyenek vannak a Sevillában, akkor azokat nem lehet ennyire, ennyire visszafogni. Például egy Jáncs biztos nem fogná vissza ennyire a, ezeket, a, ezeket a profilokat, ezeket a játékosokat. Lopetegi pedig nyilván nagyon a biztos védekezést tartaná szem előtt. Ugye XG a mutatókban elsők lettek, másodikok most nem mondom biztosra. Bono nagyon-nagyon jó szezon zárt, is kapott. Én egyébként azt mondom, hogy hogy kundét lehet, hogy azért sikerül megtartani. Hát, nincs olyan. Lenne. Tessék, adja az ég. Szerintem nincs olyan borzalmas helyzetben anyagilag a szevia, hogy rá legyen szorulva, hogy áron alul értékesítse őt, és azért őt nagyon-nagyon komolyan meg fogják mérni. Én azt tudom mondani, hogy a spanyol bajnokság legjobb első védőjéről beszélünk. Tehát, ha itt, tudom, 60-70-80 millió eurós vételárak röpködnek más topligák poszton legjobb játékosaiért, akkor, akkor, ennyi alatt tilos eladni. De itt is ennyiről van szó a hírek szerint, tehát hogy ez nagyjából ez a zárt címke, ez ott is van rajta. Nem tudom. De az biztos, hogy Diego Carlos Kundé mögött már nagyon-nagyon rosszul nézett ki a, a Sevilla védelme, tehát azt lehetett látni, hogy már ha egyikük nem volt hadrafogható, akkor, akkor komoly gondok voltak. Úgyhogy oda biztos, hogy kell erősítés, és hát a, a 9-es poszton Doma kedvenc játékosa Enne <laughs> valami iszonyatosan rossz szezont hozott. Rafa Mir volt az, aki egyébként akár kezdőként, akár szezon előtt. Meg a kölcsönszerződésből. Hát úgyhogy értézt. aggodalomra semmi ok. Viszont... Mondjuk a Lopetegi fit visszatérés, azt tehát hogy Amit viszont nem vettünk el Lopetegitől, hogy sorozatban harmadik vagy negyedik évben végeztok négyben, és, és ilyen korábban a Sevillánál nem jött össze. Én azt gondolom, hogy Moncsi visszatérése óta, ez nem biztos, hogy felül teljesítés. Ha én megnézem a spanyol kereteket, meg főleg azt a szezont, amikor Moncsi hozott, vagy 14 vagy 15 játékost egy nyár alatt, az emelte annyira a, a szintet a Sevillánál, hogy vagy azt mondjam, hogy a top 4 azért elvárható. És a Betis mi, mi lehet elvárható? Itt is mondtál már azért egy-két szót, hogy szerinted ez a, ez a top, és mégis olyan varázslók vannak ebben a Betisben, több furcsa ezt mondani, mert általában az ötödik helyezett csapatokból nem szoktunk nem szoktunk legjobbakat választani, de, de Fekir és Kanál két olyan meghatározó játékos, akiket tényleg nehéz megkerülni. És bármelyikük nem játszott a Betisben, a, a, ott is nagyon komoly gondban volt ö, Pellegrini. Kánál ez nagyon érdekes, mert ugye ő egy klasszikus tízesként kezdte a Racing Santanderben a pályafutását, és mikor a Real Madrid megvette, akkor őt abszolút ennek ö, próbálták használni és ő főleg az elmúlt pár idényben egyre inkább ö, kiment a szélre, és inkább onnan irányította a játékot. Ö, nem feltétlenül megszokott, mondjuk akár a spanyol bajnokságban is van erre még példa, Carlos Soler hasonlóan csinálja a túloldalon a Valenciánál, ö, de, de Canales játéka elképesztően fontos a, a Betisnek, távoli lövésekkel, forgatásokkal, ahogy ritmus szaba az, egész, az összes támadásnak, gólpasszokban, befejezésekben, fontos pillanatokban szerzett gólt, vagy jól tekelt be egy, egy szabadrugást. Tehát biztos, hogy meg kell tartani, valószínűleg meg is fogják. Fekért nem. Fekért nem? Én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy valaki elviszi. Tényleg azért, mert ő is az, aki a semmiből elő tud varázsolni neked egy rózsát. Oké. Okay. Oh, de szép volt. Ah. Én pont azt tudom mondani, mint a Szevíjánál. Tehát most az az a kérdés, hogy a, a következő idényben mi a cél, vagy, vagy miről szól a Betis projekt. Ha arról szól, hogy ez a top 5-top 6 legyen meg, az talán még fekírrel együtt is, is meg lehet. Mert hát látjuk, még egy Huan is ö, tud használni e, Pellegrini. Nyilván, ha fekér távozik, akkor, akkor valami szinten azt e, pótolni kell azt a lyukat. A védekezést egész jól ö, rendbe rakta egyébként Pellegrini. A Betis-hoz hát képest, amit volt. Hát az elmúlt három-négy szezonban tragédia volt a, a Betis. Az volt, sosem volt az öregnek nagy erénye, hogy jól rak össze. Most azt mondom, hogy egy. egy Átlagos, közepes szintre sikerült ezt felhozni. Ez a kutya sokáig fog itt ugatni? Mm. Csak... Mi mit, mit csinálunk vele? Szóval nem nem tudunk kidobni neki valami kis, kis falatkát. attól falatot. csak még hangosabb Jó, rendben. Attól igaz Mindig igazán. elfelejtem a, a mondat első részét. Szóval a, a védekezés rendben volt, és szerintem nagyon nagyot fogott Bejerinnel is. Mm. Pont azon gondolkoztunk, hogy nem, nem is nagyon van sok jó jobb hátvéd a ligában. Engedd el, ez végig fogadni. Tehát jobb hátvédet keres gyakorlatilag a Real Madrid, meg Kárváhál, hát ha nem b játszik, akkor rossz, vagy sérült. Ugye Dani Alves kellett reaktiválni a Barcelonánál, az atleti is ugye Daniel Vázt megszerezte a Valenciától, aki az első vagy második meccsén egy fél évre lesérült, és ezért Jorentét próbálgatják ott. Tehát azt mondom, hogy, hogy Bellerin, hogy ott maradjon a Betisnél, az egy, az egy kulcsposzt lenne. Vagy hát visszajöjjön szegény. Odrio, Odrio úgy tűnik, hogy nem, nem mozdul, nem? Marad Firenzében? Aha. Vagy nem így? Nem tudom. Na mindegy, ez majd kiderül, még annyit a betis hogy ugye ez az nem mellékes, hogy... van. Igen, 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 igen. Hogy a kupát megnyerték, és az Európa Ligában is egyértelmű cél volt, hogy ők minél tovább meneteljenek, azért ahhoz, hogy itt maradjanak a négy kötőjel hetedik hely környékén, és továbbra is kupa csapat legyenek, mert ez azért cél hogy ők minél tovább meneteljenek ezekben a kupákban, és nagyobb hangsúlyt fektetnek rá, mint más csapatok, mélyíteni kell a kereten. Főleg, főleg védekezésben. Tehát uh, szerintem az az nagyon fontos. Ráadásul, ha megnézzük tényleg a védelemben, milyen nevek vannak, ott nem nagyon tudok mondani egy húzó embert sem. Igazán. <laughs> Tehát ott, ott biztos, hogy, hogy kelleni fog erősítés. Hát bátra volna az a név, de hát... Okay. Úgy, úgy nehéz. Itt van a Real Sociedad, amelyik viszont elképesztő szezont hozott védekezésben, úgyhogy közben, tehát én ilyet még nem láttam ö, soha, hogy egy csapat a legszórakoztatóbból a legunalmasabb legyen egy szezon alatt. Egészen többenetes volt, amit, a amit idén ez nem egy-két évnek a kiesése miatt történt így, ugye? Fantasztikusan kezdte Olyár a szezont, ugye beszéltünk is róla még akár itt a válogatottban, meg a, meg a klubcsapatban mutatott teljesítmény alapján is. Meg hát nyilván mondjuk David Szilvától várni a kreativitást, az, az hosszú távon szerintem most már fenntarthatatlan állapot. Mármint a sérülései, hosszú, meg, a, meg a terhelhetősége biztos, miatt. Hosszú távon biztos. De tavaly, meg idén is az látszott, hogy ha David Silva nem játszik a Sociedadban, akkor gyakorlatilag semmi ritmikája, meg dinamikája nincs a támadásoknak. Tehát ott álltak, ha véletlenül labdához értek, és oké, most, most mi legyen a terv? Uh, semmi, semmi dinamizmus nincs akkor a Real Sociedad játékában, ha David Silva nem hadrafogható, és hát a, a, sérülések azért nem kedveztek Ágó tehát ott volt, megvették Carlos fernández 9-es pozícióba, szakadás. ott van a legnagyobb ígéret Bárenecse, aki szerintem január óta nem hadrafogható, és ezért is próbálta, vagy kicsit rá volt kényszerítve Ágó hogy a fiatalokat dobja be. Sok egy nullás meccsük volt pont emiatt. Szerintem ők talán még túl is teljesítették egy picit a tervet, pláne olyan szabá nélkül. Olyan egyébként három éve gyakorlatilag minden szezonban eladják öt top klubnak, ez nem tudom meddig lesz, valószínűleg még Rehabon van ez a szezon, akkor még, még egy szezont eltölt a szociáldatban, de hát az ő kiesése az bármikor várható, az ő eladása. Én szerintem a VR zárja le az igazán komolyan vehető spanyol csapatok listáját. Most... Megvan a jövő évi konferencia liga győztes. Hát egyértelmű. Már rabírozhatják, tudod. nem kell a 90 A sablon oda tehetik, igen. Lehet, is említettem, de neked is felvetem a dolgot, hogy azért a BL-ben ahogy tudta, ölte a játékot a VRL, viszont talán a konferenciáligában pont a fordítottját várhatnánk tőlük, mert ők, ők lesznek a nagy csapat, akiknek irányítani kéne. Én, én picit sajnáltam, hogy a, a VRL feladta a bajnoki szezont, meg a bajnoki versenyfutást. De ez ilyen egyértelmű? Aha. Hát az a, akkor, az, a, amikor... az, a, az a négy hét, az, az ennyit, mert körülbelül erről beszélünk, nem? Tehát egy idő intervallumról. Hát jó, de azért egy, egy, VRL kategóriájú csapatnak nem ennyi tovább jutni mondjuk a BL csoportból, mint, mint bármelyik elit klubnak. Tehát az, az, szerintem nagyon komolyan rányomta a bg a szezon kezdetre is, és hát itt ugye a Juve meg Bayern meccsek között, szerintem a két Bayern elleni meccs között volt olyan bajnoki, amikor 11 játékos cserélt ki. Tehát ez FIFA-ban biztos jól működik, hogy a stamina az piros, vagy nagyon-nagyon fáradtak a játékosok, és akkor 11-et kicserélünk, hogy majd a következő meccsen mindenki ö, nagy levegővel tudjon menni, tudjon rohanni 90 percet. Ez szerintem a való életben azért nem, nem működik. Hozzátéve azt is, hogy így, hogy a konferencia liga megvan, és két óriási kapott sikerült szerezni a bajnokok ligájában, összességében nem feltétlenül rossz ez a szezon. De ha mondjuk az utolsó három meccs nem úgy alakult volna, és mondjuk 8. 9. helyen zárnak, akkor fel lehetne tenni azt a kérdést, hogy, hogy biztos, biztos, be kellett ennyit áldozni ezért a, ezért a menetelésért. Jó, meg végignézve itt ezen a kereten, azért nem, nem lehet, hogy rosszul látom, megint csak azt kell kiemelni, hogy a Villarealt idén azért főleg a Bajnokok Ligájában láttam. Hát hogy nem sértem meg Parejo-t, meg Raúl meg azokat a játékosokat, akiknek azért most már sokkal több a hiányosságuk, mint az erényük, és akkor talán ez ezzel vagyok a legpontosabb. Mi... Azért, hogyha kiosztottuk a pofonokat, akkor köszönjük is meg Liméknek, hogy két ilyen játékos még el tudott menni egy olyan csapatba, ami szeretne is. Persze, meg meg, meg, meg fantasztikus ez csak, meg hogy az, hogy belőlük még ki lehet hozni. Ez csak mondjuk itt is megint a fenntarthatóságról, meg, a, meg, akár a közeljövő tervezéséről szólva nem lehet biztos abban az ember, hogy akár elvárható a viareától az, hogy mondjuk top hatos legyen állandóan. Szerintem azok után, hogy nyernek egy Európa Ligát, és nem feltétlenül romlik a keret minősége, nem biztos, hogy azért túl teljesítés, hogyha szezon előtt azt mondják, hogy top 6 pláne azt hiszem Emery első szezonjában azt is mondták, hogy, hogy a top 4 azért illik megcélozni, ami szerintem egy őrült nagy vállalás. De, de a kulcsmeccseken azért pár hónak inkább az erősségei jönnek ki. Mert ha megnézzük az utolsó három bajnokin kiosztott négy gólpaszt, Rajó, jó Sociedad és a Barcelona ellen, tehát azért azt, az nem volt egy, egy könnyű menet itt a, a szezon végén nekik. Akkor azt mondom, hogy Párihod még bőven-bőven lehet használni. Én kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz a, a vrl és nagyon örülök, hogy nem igazolódott be az, amit itt rebesgettek november-december körül, hogy lehet, hogy emberének menni kell, mert, mert olyan borzalmas a, a bajnoki szezon. Ő, ő még szerintem a bő... Newcastle elviszi, ha. Igen, ja, tényleg az is volt. Athletic Bilbao, ahol a, talán a legnagyobb dolog az, hogy Marcelino egy nem rosszul sikerült szezon után és egy látszólag tök jól működő kapcsolatot követően az ott megtörtént, vagy, vagy majd rövidesen végbe menő elnökválasztás miatt távozik a csapattól, ki Tényleg ki az, aki, aki jobban össze tud tartani egy csak spanyolokból, csak baszkokból álló csapatot, mint egy ilyen edző, mint Marcelino, aki egyébként nyilván spanyol is, de hogy ismeri is a helyi viszonyokat, és öm, nagyjából azért volt egy elképzelése arról, hogy mit akar játszatni ezzel a csapattal. És most is volt pár olyan hét, amikor kampányoltak érte a játékosai nyilvánosan is, hogy maradjon. Hasonló volt a helyzet a Villarrealnál is, hasonló volt a helyzet a Valenciánál is, tehát Marcelino nélkül nagyon nehéz lesz itt a Bilbaoval mit kezdeni, úgyhogy ez a keret szerintem nem feltétlenül alkalmas ennél erősebb célok elérésére. Ha megnézzük, hogy a mondjuk legnagyobb csillagnak, Inyaki Williams az eddigi nyolc felnőtt szezonjából mindig bocsánat, egy kivételen mindig alul rúgta az XG-jét, de, 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 nagyon durván. Most ö, úgy, hogy nem voltak rossz számai, 8 gólt lőtt, ez valami 15 pluszos XG-re hozta össze, tehát Bilbao Edin Jackója. <háha> én csak jobban, jobban bírtam ennél. Csak ő is az a típusú játékos, a mm szerint -hmm. aki rendszerint alárukta egy pályafutása során a várhatóban mutatóját. Én nem, nem, tudom, hogy, hogy már nélkül mit lehet várni ettől a bilbao -tól. Ha edzőt keresnénk oda, akkor te említetted, ki ismeri a viszonyokat, Iraola ott lenne egy, egy egész jó megoldásnak. Picit jobb kerete is lenne azért, mint a Rájóval. De azért Marcelino itt uh, szuperkupát nyert, kupadöntőt uh, csinálta csinált a Bilbaóval, uh, vagy Superkupa kupa győzelem kupa és kupa, győzelem. kupa döntő is volt, csak ugye az, de az a... Real Sociedad, amit elhalasztottak. De, de ab, abban a kupa döntőbe nem ő vezette be ö, tavaly a csapatot. Vagy de? de, szerintem igen. Ezt most nem tudom, mert ugye a, a Covid miatti eltolás miatt egy picit összecsúsznak itt előttem az idősíkok. Szerintem rossz döntés Márcionot szóval elküldeni. Na mindegy, meglátjuk majd, hogy kit hoznak a, a helyére, és akkor itt tényleg jönnek azok a középcsapatok, akik, akiknél mondtunk egy, egy sávot, hogy hova várhatóak, de az európai Kupa indulást talán sose vettük komolyan. A Valenciáról már megemlékeztünk. Sem róluk, sem a Celta Vigóról nem, nem szívesen beszélek, mert nem érdemlik meg, hogy, hogy beszéljenek róluk. Tehát a, a Valenciánál az ismert okokból, amit elmondtunk. A Celta Vigónál olyan viszonyok vannak szintén, ami, ami fölött nehéz így túllendülni. Tehát ö, van egy tulajdonos, aki apróságokon képes összeveszni a játékosokkal, kiutálják azért Denis Suarezt, mert ki a, ki a játékos ügynöke. Szánti Minának sikerült összehoznia egy börtönbüntetést, ö, szexuális zaklatást. Első miatt. fok, első fok. Első fok, azaz még nem biztos, még lehet, hogy visszatér az vagy a jogászúr közöttünk. Vagy a börtön válogatod, látod. Igen, igen, az lesz a következő. Szóval itt, itt azért nehéz meghatározni öm, nem csak a célokat, hanem azt is nehéz megmondani, hogy, hogy öm, miért van az, hogy ezek a csapatok, ezek képtelenek odaférni Európa közelébe, és igazából én az eszpanyolt is ide venném, mert bár most jutottak föl, nekik van ilyen renoméjuk a, a, spanyol bajnokság középmezőnyében. Nyilván, ha egy eszpanyol tud 20 millió euróért venni egy csatárt, Raúl de Tomászról van szó, akkor tényleg elvárható azért a felsőház, még friss feljutóként is, de hát én azt tudom mondani, a Valenciánál meg a Szeltavigónál is a keretben azért Hiányzik az a, az a minőség, és ez sok számú játékosnál kellene, hogy meglegyen, ami arra predisztiálná őket, hogy, hogy itt top, -top 6 lehessen beszélni. Tehát említettük a Valenciánál, nem költenek egyáltalán, állandóan újra kell szervezni a csapatot, beszól a tulajdonos, balhézik az elnök. Nem, tehát, ilyen hangulatban nem, nem tudsz olyan projektet felépíteni, ami, ami megközelítőleg is sikeres lehet egy, egy topligában, bocs, és még így is majdnem nyertek egy spanyol kupát. Ja igen, de ez annak tükrében igazán kínos, hogy ott van az elcse, amelyiket én most a két évében mióta följutott, mind a kétszer tök utolsónak tippeltem, mert nem látom, hogy, hogy ez a csapat ez hogyan képes így bemaradni, és ott van a rájó, amelyet ugye szintén tele kiesőnek tippeltünk, és borzalmas kerete van, és pont számban ők voltak ott a, a Celta Vigo, a Valencia és az Espanyol mellett között. Szerintem az Elcsét is, meg a rájót, meg pláne ugye a Granada kiesésénél a a csak az isteni gondviselés mentette meg. Ha megnézed a pontszámokat a spanyol bajnokságban, az alsóházban, a kiesés körül, azt hiszem van, hogy lett 3,42 pontos, meg 3,39 pontos, lehet ez az utolsó előtti fordulóban van. 38-al esett ki szerintem a 38 esett ki szerintem is a Granada, de az biztos, hogy nagyon-nagyon sűrű volt a mezőny. Na most azt mondani az elcsére, hogy itt valami nagyon tudatos klubépítés zajlott, ami ami miatt egyértelműen a vonal fölött voltak, hát ez ez azért nehéz ezt kijelenteni. Badia tényleg jó szezont hozott, és sokszor... Hát, igazad volt. Igazam volt? 39-ből van 3, és végre nevünk. egyszer. <laughs> Öm, szóla, nem mutat a kutya. Ez segít. <gül> <gül> Bár ilyen jó szezont hozott, és ha megnézzük a számokat, kevés olyan kapus volt, akinek ennyire érzékeltő hatása volt mondjuk kapott gólok tekintetében. Mondjuk a Cadiz elleni meccsen azt a kifutását Sobrino góljánál azt javaslom megtekinteni mindenkinek, de ennek ellenére tényleg csak Courtois, Rulli, illetve Bono volt, akinek nagyobb hatása volt a, a csapat teljesítménye. Hozzásegítette az is maradáshoz, azért itt ez a kiesés-bemaradási harc megér egy szót, tényleg ezért is, mert általában azt szokták mondani, hogy 40 pont a biztos bemaradás, de itt 38 ponttal esett ki a Granada, ami azért ritka, hogy 38-szer egy, egy csapat kiesen, és ami számomra a legérdekesebb volt, hogy 35- vagy 36 fordulóban már májusban a Granada Majorkán 6-2-re megverte a Majorkát. Tíz gólt a Granada két meccsen a Majorkának. És mégis az utolsó körben a Granada esett ki, és a Majorka meg maradt. Én azt hiszem, hogy ritkán állítjuk ilyen bizton, hogy két rosszabb csapat maradt bent, és a Jobbik esett ki. Az Alaveszre gondolsz, mint Jobbik csapat. <laughs> Nem a Levántére, amúgy tényleg a Levántére is. A gold, gold Levante. Mm. Így van. Én nagyon sajnálom azt a Granadát. Főleg azért, mert... Most milyen kézben van a Granada? Hát most az, a, az udi, nézés, az már Badfordos véget ért. Az, az, annak vége van. Én egy ázsiai tulajdonosról tudok. Én én is, kín... a, de ugye az, azért is kérdeztem, mert úgy tudom, meg úgy látom azért itt a mozgásokból, Szerintem. hogy főleg ezekből a kisebb projektekből a kínaiak itt a járványidőszak alatt, mint hogyha, hogy kisúnyogtak volna. Nem ez Nem. okozta ott is a Problémát. Biztos, hogy nem, mert a, a téli átigazolási szezonban sok pénzt költöttek. Uh -huh. Tehát ott van akár Uzuni példája is, akiért ugye hírek szerint 4 millió eurót fizettek. Na most ahhoz képest, hogy Diego Martínez edzővel a padon uh, Európa-ligás helyezés volt a jutalmok kettő évvel ezelőtt. És utána Európa-liga negyed, nyolcad. Bizony. Negyed döntő talán volt. Negyed, a United. negyed a United. döntő. Negyed döntő. Uh, ahhoz képest, uh, és ugye akkor, amikor feljutottak, 5 vagy 6 millió eurót költöttek. A másodosztály legjobb játékosait összegyűjtötték, és tényleg egy nagyon, nagyon jó szezont hoztak. De most egyértelműen áldoztak a klubra. Nagyon-nagyon rosszkor és későn váltottak edzőt. Tehát Robert Moreno megint megégett egy csapatnál, lehet ezt szépíteni. Én szerettem, hogy a spanyol válogatottnál csinált, és sajnáltam a, azt a furcsa és baj elköszönést a válogatottól, de, de most már ki lehet jelenteni, hogy gyakorlatilag amilyen lehetőségeket kapott, szépen lépdel vissza 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 felé. Na, nagyon rossz csapatot választott. Diego Martinez után leülni egy kis padra, egy Európa Liga negyed döntő után, ilyen magas helyezés után leülni egy kis padra nem lehet hálás, és itt talán az volt a legdurvább dolog, hogy a szurkolókkal nem találta meg az összhangot. Tehát ahogy ő kommunikált, és ugyanez volt a spanyol válogatottnál is, amikor ugye sikerült összeveszni a Luis Enriquével, hogy, hogy valahogy ez a kommunikáció dolog nem, nem megy neki annyira. De hát a pályán lévőkkel se nagyon ment. Tehát, és, és ez a Granada szerintem nem volt olyan rossz keret, hogy ki kellett volna esnie. 27 forduló után menesztették, azt hiszem. És ugye úgy kezdte a szezont, hogy volt egy hét meccses nyeretlenségi széria, aztán picit úgy összeálltak, és aztán még egy kilenc meccses nyeretlenségi széria, és akkor mondták, hogy na jó, ez már több a soknál. Ugye egy, egy átmeneti edző után Karankát kinevezte, aki meg, megmutatta, hogy hogy kéne edzeni ezt a Granadát, és az utolsó meccsen nem bírták megvenni ezt a bűrosz eszpanyolt hazai pályán, úgyhogy Jorge Molina még egy ajándék tizitel el is rontott, és kiestek. Nagyon sajnálom őket tényleg. Úgyhogy Granadát síratjuk, síratjuk-e a Levántét, amelyik öm, több, ö, több gólt lőtt, mint bármelyik csapat az európai helyeken kívül, és még a Real Sociedadnál is, de annyit kapott cserébe, hogy ez tényleg megszámlálhatatlan. Megint visszatérek a beharangozóra, a szezonbeharangozóra. A emlékeim nem csalnak, pont ott mondtam, hogy annyira nem tudjuk, mit lehet várni ettől a Levantétől, hogy akár még gond is lehet. Mert mindig közönség szórakoztató játék. Állandóan rohant mindkét csapat, amelyik a pályán volt. Borzasztóan védekeztek, nagyszerűen támadtak, nagyon jó karakterek voltak, ez a Melero, Morales, Bárdi, Roger, ezek szerintem kifejezetten jó karakterek. És hát Paco López meg, meg egy, egy, jó csapatot csinált ebből a, ebből a Levántéból, és most sem kezdték unalmasan semmiképp, de rosszul sem szerintem a szezont, mert ugye az első fordulóban vezettek a Cadiz ellen 1 0 és a 80. percben Morales egy ajtóablak helyzetet kihagyott, Espino egyenlített a hosszabbításban 1-1. Következő meccs a Real Madrid ellen, verték a Real Madridot 3-2-nél, Kanté Robert, és még lőtt egy kapufát, tehát elverhették volna a Real Madridot. Ez képest ugye Vinicius egyenlített, és a, 6 pontból, ami simán jöhetett volna a Levanténál az első két meccsen, kettő sikerült. Senki nem gondolta, hogy ilyen összeomlás lesz utána. De igen, üdeszín volt volt ez a, ez a csapat, sajnálom, hogy nem sikerült felállni. Agirét még csak azért végszóként említsük meg, mert tudom, hogy ő a kedvenced. Vagy hát kedvenced, tehát... Milyen hogy szempontból? Ő... <gül> <gül> Jó tűzoltó, a La Liga torni Barnabása. <laughs> Pont, és akkor itt ki is teszünk. Nem, az azért furcsa, mert ő is olyan, hogy botrányosan rossz nézni a, a Majorka meccseket szerintem. Azóta, főleg mióta ágír az edző, mert a, a biztonságra ment rá, és Murici fejét Főleg a, a Granada ellen. Használt a Granada ellen. Igen, és a Granadát például sokkal jobb volt Muricsi. nézni bármikor. De Muricsit úgy tudta használni, hogy én gondolkodtam, hogy őt írja -e a... a Jó nem a alatt maradt. Te nem szeretted, Ante miért sem. Nem, hát. Ante miért is lehúztam. Hát most jól kell használni. Jó, hát oké. Okay. Majorkának nem, feltétlenül. És arra egyébként Agire használta, amire való ez az ember, és, és emelt a, a játékon, meg a hatékonyságon. De egyébként tök szomorú, hogy most ez, ez a végszó. Enes Ünálnak minden adatát meg mindenek után, azt hittem, hogy róla beszélünk Figyelj, egy kicsit. Figyelj, csak Oda Enes hoz, kettő Ö, Nem, én igazából kérdezni akartam, mert egészen félelmetes számokat produkált. Ugye Enes és Bence is ideírt néhányat ez a csapat uh, kidolgozott helyzeteinek, az 50%-a fűződik majdnem az ő nevéhez, meg a, meg a gólok száma is, és ő azért nem tudom, hogy ez egyrészt várható volt -e tőle, hogy ilyen szinten a hátára tudja venni ezt a csapatot, meg, meg 25 évesen azért még egy abszolút piacképes figura lehet, nem? Az lehet. Mindenféleképpen az lehet. Mert most azt, hozzá hogy, tényleg csak a számait meg az adatait láttam, játszani túl sokat nem, úgyhogy emiatt nem, nincsen átfogó képem róla, de, de az, az lenyűgöző, amit, amit a hetáfében ő produkált vannak ezek a csatárok, akikről nem feltétlenül tudjuk eldönteni, hogy melyik polcra tegyük őket, szerintem menne is ilyen. Tehát egy topliga közép csapat nem húz egy ilyen karakterrel, vagy egy ilyen profillal rosszat, de kinder Tehát fogalmad nincs, hogy, hogy a szezon közben, a szezon végén hogy alakul ki. És hát ugye hát a a hetafej amúgy is elég botrányosan Én kezdte szépen, az idényt. Húpikék törpike lesz belőle. Aki mm -hmm. mondta. Igen. És Enes Ünálnak szerintem a legnagyobb erőssége a hatékonyságon kívül az volt, hogy nagyon-nagyon jól támadott le. Volt olyan gólja, amikor azt hiszem kapustól szerzett labdát, volt, amikor militáót pressinget és abból szerzett gólt. Tehát ez, ez volt neki az igazán nagy előnye. De a számok azért engem arra engednek következtetni, hogy ez inkább volt kiugró szezon. Ezeket tartani gyakorlatilag majdnem hogy lehetetlen. Hát meg itt mindig az vetődik fel egy ilyen játékos esetében kérdésként, hogy ha valaki ennyire a csapatának a, a kulcsembere, meg a, a sikereknek a letéteményese, akkor az megállja a helyét egy olyan környezetben, hogyha most szintet ugrik, ahol nem ennyire fontos játékos. Ez ha ő. Azért jó, mert erre van is válaszunk. Tehát őnál a vr volt csereember, jól emlékszem. Tehát ilyen kicsit ilyen Carlos Báka utóérzés, hogy, hogy ő amúgy egy nagyon harcos játékos, és lesz, lesz olyan szezonja, amikor valami kiugró teljesít, ahogy idén 16 gólt lőtt. Ja igen, a Vajadoridban volt előtte, kipróbálták a Levántéban is, de hogy, de hogy, nem, nem fogja tudni ezt évről évre tartani és hozni. Hanem egy ilyen csapatba, ahol kell egy hős, oda, oda, jól jöhet, de, de, hát... Hát csak valószínűleg igen, egy, egyen magasabb szinten ő már nem lehetne ebben a státuszban. A Pont ezért státuszban. tartom valószínűleg, hogy nem is fogják megkínálni ilyen ajánlatokkal még egy ilyen szezon után sem. Úgyhogy ez pozitív befejezés volt. Mindenképp pozitív befejezés. <laughs> en, 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 en <laughs> ne hallgassa meg ezt a befejezést, mert sírva fakad. Egy, egy, egy ekkor, ekkora scout azt mondta róla, hogy egy hulladék. Ahogy ah, doma. <laughs> Na, igen. Hát Geri, akkor mit is kívánhatnánk, mint kívánhatnánk, mint jó felkészülést majd a következő szezonra, és nagyon köszönjük a köszönjük minden, még, azt is, mind. Ha, 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 már itt, itt tartunk, hogy gyere el megint hozzánk majd a szezonbeharangozóra is. Jó, rendben. <laughs> Úgy lesz. Ugye most itt beszéltünk, hogy minden, minden eddiginél rövidebb nyári szünet lesz mindenhol. Várom a meghívást. <laughs> köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. thank um.